Continentalnál a mérnöki tudás elég széles skáráját keressük. Éppen ezért a ContiCup bajnokságot már megrendeztük programozók, gépészmérnök, mechatronikai mérnök, illetve idén villamosmérnök hallgatók számára. Rengeteg új megoldást szeretett, a csapatok igen kreatívak voltak, és rengeteg új tehetséggel ismerkedtünk meg. Nagyon jól éreztem magam a döntőn. A nyereményen túl szakmailag is sokat tudtunk fejlődni, együtt tudtunk dolgozni, az elméleteket, az egyetemen tanultakat át tudtuk ültetni a gyakorlatba, és kamatoztatni tudtuk a tudásunkat. Számunkra a verseny legfőbb hozadéka az volt, hogy együtt tudtunk dolgozni egy projekten, jobban meg tudtuk tapasztalni azt, hogy projektmunka, és nem csak egymás ellen, hanem egymásért, egymással is tudtunk versenyezni. A legfontosabb, amit ezzel a Conti el tud érni, az pont az lesz, hogy ott leszünk a következő generációnak a fejében. Tudni fognak rólunk, tudni fogják, hogy elektronikával foglalkozunk, és bízunk benne, hogy pozitív élményeket sikerült adni nekik ezzel a mai nappal. A tehetségek bevonzását nem lehet elég korán elkezdeni, éppen ezért egy ilyen esemény jó alkalom számunkra. Megnézzük a jövő mérnökeiben, milyen tudás, milyen potenciál rejlik. Azt gondolom, hogy mindenki, aki a mai napon részt vett a ContiCup élő döntőjén, igazán büszke lehet magára, akár a versenyzőkről, akár szervezői oldalról beszélünk, hiszen amin hetek vagy hónapok óta dolgoztunk együtt, az a mai napon megvalósult. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, főleg a zsűrinek, és gratulálok a győztes csapatoknak.